Sziasztok! Isten hozott ismét a csatornámon, és ez lesz az új év első videója, amit jelenleg csinálok. Igen, Pamacska ismételten nem bírja ki szereplés nélkül, tehát ő most a vendégszereplő, Sir Baby Lord Pamacs. Ez a videó egy kicsikét más lesz, mint az eddigiek, hisz itt nem főzök, vagy nem sütök semmit, tehát nem arról van szó, hogy hogyan csináljatok csokilikört, kókuszlikört, vagy bármi egyéb dolgot. És nem is nagyon termékbemutató lesz, hogy például mit kaptam születésnapomra, vagy mik a legújabb kozmetikumok, hanem ez inkább egy olyan videó lesz, ahol azt mutatom be, hogy egy bizonyos terméknek a 10 különböző felhasználása, vagy ha nem is 10, akkor egy bizonyos termék különböző felhasználási módja, ami nem más, mint maga a kókuszolaj. Tudom, hogy rengeteg videó van már a neten arról, hogy a kókuszolajat azt hányféleképpen és hogyan lehet felhasználni, de arra gondoltam, hogy én is csinálok egyet. És igen, az enyémnek a fele azt már így el is használtam, tehát valóban tényleg használom mindenféleire. És nem csak úgy mondom. Pamacs, szakcsi! És meg Pamacs is szereti. Az első felhasználási módja, amit most így előveszek, az nem más, mint hogy ugye eredetileg ezt étkezésre gyártották, tehát enni lehet. Ami azt jelenti, hogy ezzel nagyon jó főzni, könnyű, egyszerű főzni, sőt a reggeli kávéba és a teába is nagyon jó, hisz sokkal lágyabbá teszi magát a kávét vagy a teát, és nagyon finom, ezek mellett az összes benne lévő hasznos anyagot azt ilyen módon is be tudod vinni a saját szervezetedbe. Ennyi volt így a főzés része. A többi az a része lesz, amit a kozmetikumok terén használatos, vagy különböző ilyen kozmetikum félékként használjuk. Na mindegy. Ezt nem tudom jobban elmondani, tehát inkább elkezdem, és akkor majd rájöttek arra, hogy pontosabb mire is gondoltam. A második az maga a bőrradír. A kókuszolajjal nagyon jó és hasznos bőrradírt tudunk itthon készíteni, annélkül, hogy meg kéne vennünk a boltban méreg drágán, de hogy hogyan is csinálunk kókuszolajból testradírt, bőrradírt, azt majd az egyik következő videómban meg is mutatom, hogy hogyan lehet nagyon egyszerűen csinálni. De ez az a pont, ahol nagyon sokan különveszik azt, hogy akkor jó, nagyon jó bőrradírra, nagyon jó akkor ajakradírra, de szerintem az, hogy most bőrradír vagy ajakradír, azért olyan nagy különbség a kettő közt nincsen, tehát én ezt így most nem venném két külön kategóriába. A következő az, hogy testápolónak is nagyon jó. Nagyon-nagyon jó testápolónak abban a szempontból, hogy tényleg viszonylag gyorsan beszívódik, táplálja a bőrt, és semmilyen mesterséges anyag nincsen benne, amit sajnos a bolti testápolókkal, hát náluk ezt nem lehet elmondani. A bolti testápolók tele vannak mindenféle mesterséges anyaggal, viszont a kókuszolajban semmi mesterséges nincsen, és ugyanolyan jó. Ennél a pontnál szokták külön szedni azt, hogy nem csak testápolónak jó, de körömágyra is nagyon jó, hogy itt bekened, és akkor a manikűr előtt bekened, meg felpuhulít a bőr, és akkor hátratolod, és nem kell akkor ollóval levágni itt a körömágyadat. Ezáltal nem erősödik meg még jobban. És én ezt nem szeretném külön kategóriába venni, ahogy az sem, hogy nagyon jó arcolajként is, hogy esténként bekened az arcodat kókuszolajjal, és reggel a beszívés nagyon finom, nagyon üde lesz az arcod. Nagyon puha, nagyon üde. És antibakteriális, tehát azoknak az embereknek, akiknek pattanásai vannak, vagy miteszerei, vagy problémásabb bőrrel vannak megáldva, mint én, azoknak a kókuszolaj nagyon jó. A következő az, ha már itt az arcnál tartunk, akkor az a sminklemosónak se az utolsó. Szóval
Ott is, amikor leszedem a sminket, mondjuk a szememről, akkor tényleg nagyon gyengéden és jól lehozza, és semmilyen másik ilyen bolti nem kell hozzá. Egyszerűen a jól bevált kókuszolaj leszedés tökéletes. Plusz, amit még külön szoktak itt szedni, de én nem, az extra, hogy szempillanövesztőnek se rossz. Ezt kipróbáltam, és észrevettem, hogy mióta ezzel szedem le a sminkemet, azóta igazából a szempillám is elkezdett nőni, miközben az égvilágon semmi más nem csináltam annak érdekében, hogy nőjön a szempillám. Tehát igazából ettől nő a szempillám is, és nőtt a szempillám. Mire jó még? Borotvahab. Szóval borotva gélnek se rossz. Ami, tudom, megint vicces, mert általában elmegyünk a DM-be, a Rossmannba, a drogériába, tök mindegy hova, és megveszek a borotvahabot. Vagy mások, akik lustábbak, azok azt mondják, hát végül is a tusfürdő is tök jó erre, tehát akkor tusfürdővel átkenik a lábukat, és akkor úgy húzzák végig a borotvát, és akkor az is nagyon jó. Nem rossz, az se rossz megoldás, bár szerintem a kókuszolaj azért jobb, mert táplálja a bőrt egyben, puhítja, és sokkal könnyebb lesz, sokkal könnyebben jön le. És semmilyen, és nagyon sima, és olyan lesz utána a lábatok, mint a babapopsi, gyakorlatilag olyan sima lesz. És szerintem így ennyi az. Ezek azok, amikre én használom a kókuszolajat, persze lehet ezt még fokozni, például még sem fejezem be, mert most jutott eszembe még egy dolog, amire használom, az nem más, mint a fejbőrre. Szóval ilyen fejmasszásként fogom a kókuszolajat, kezemre rakom, és akkor ez hetente egyszer így át szoktam dörzsölni, masszírozni a fejbőrömet, este rajta hagyom, másnap reggel hajat mosok. És az is nagyon jó, és táplálja a hajat, plusz még hogyha a hajvégekre rakok belőle, akkor nem is annyira töredezik. Tehát ezáltal nem kell annyiszor fodrászhoz menni, hogy visszavágja a letöredezett hajamat, és hogyha miután nem megyek el fodrászhoz, hogy visszaadja a hajamat, ezért esély is van arra, hogy talán még végre az életben egyszer megnő a hajam is. És szép, hosszú, gyönyörű Rapunzel hajam lesz? Na jó, az talán nem, de legalább szép, hosszú hajam lesz. Köszi szépen, hogy megnézted a videót, igazából ennyi fért bele ebbe az adásba, vagy ebbe a videóba. Én ezekre szoktam használni a kókuszolajat, hogyha ti még bármi másra is szoktátok használni, akkor azt nyugodtan lent a kommentbe írjátok meg, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok, és ennyi. Igazából nem tudom más, lájkoljátok, osszátok, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!